a kutya változása az idősödéssel. Ugye a személyiség biológiában, vagy a biológiai megfogalmazás szerint a személyiség az egy olyan dolog, ami az adott kutyát, vagy az adott embert is meglehetősen állandó tulajdonságokkal ruházza föl, és ezek a tulajdonságok állandóak az időben is. Tehát én nem mondanám azt, hogy egy kutya személyisége változik meg, viszont az idősödéssel egy csomó fizikai tulajdonsága és képessége megváltozik a kutyának. Tehát például előfordulhat az, hogy az érzékszervei romlanak. Tehát a kutya nem hall, nem lát már olyan jól, mint korábban, és így mondjuk, azt mondjuk, hogy úgy tűnik, mintha ijedősebb lenne. De ez nem azért van, mert megváltozott a személyisége, hanem azért, mert hirtelen dolgok jelennek meg, bukkannak fel a kuzetébe. Tehát mondjuk a kutya nem hall jól, tessék elképzelni, hogy egy csomó dolog, ami azelőtt a környezetében megszokott volt, és nem ijesztette meg, tehát hogy jönnek, mennek mondjuk a környezetébe. Ez most nagyon ijesztő a kutyának, mert nem hallja, hogy valaki jön hátulról, és hirtelen felbukkan előtte. És ilyenkor megijed a kutya. Változik a kutya aktivitása. A legtöbb kutya idősödve, hát hogy úgy mondjam, külső szemlélő számára ellustul. Nem érdeklődik már annyira, nem akar annyira játszani, sétálni, stb. Ennyit csak, ez igazából nem lustaság, hanem az, hogy a kutyának esetleg nem esik már olyan jól a mozgás, kevesebb dolog érdekli. De nem mondanám azt, hogy egy, hogy mondjam, alapvetően bátor érdeklődő kutya elgyávulna, vagy pedig egy barátságos kutya megvadulna mondjuk élete hátra levő szakaszára, inkább ilyen, hogy mondjam, fizikális változások miatt viselkedik egy kicsit másképpen.